Hát mindenki szeretettel köszöntök, hogy ebben az év iskolai ünnepeszemben fejeztük el ugye még az egyház történelmet, mert még úgycskán a középkorban vagyunk, és jövő évre marad még a középkornak a lelki arculata, tehát az új szerzetesrendek, az új lelkiség irányzatok, a középkornak a tudományossága, különösen a hittudománya, azután ugye a középkori eretnekségek és az inkvizíció kérdése. Most pedig egy nagyon fontos téma következik, ami hát meghatározza az egész középkornak az arculatát és a hangulatát, ez pedig az egyházi és a világi hatalomnak a viszonya, és ennek a két hatalomnak a küzdelme. Ugye alapvetően a középkorban két ellentétes fölfogás volt, a politika és a vallás, a pápa és a császár viszonyáról. Az egyik az úgynevezett pápai pártnak az elképzelése, hogy a lelki és a világi hatalom úgy kell, hogy együtt éljen, mint test és lélek. Tehát, hogy tulajdonképpen van egy kereszténységnek nevezett egyetemes keresztény társadalom, és ennek ugye a lelkét jelenti az egyházi hatalom, a testét pedig a világi hatalom. És ezt Gregory Szent Bernárd, ugye akinek nagyon fontos szerepe volt a ciszterrendnek a kialakulásában és működésében, a mi Szent Norbertünknek is kortársa részben is jó barátja, ő úgy fogalmazta meg, hogy a két karak elmélete. Azt mondja, hogy Szent Péter apostol, ugye az evangélium szerint két karot kapott. Van egy olyan rész a pasió, hogy íme két kar, mondja az Úr Jézus a Péternek. Az egyik karot az odaadta a pápának, hogy irányítsa a lelki ügyeket, a másik karot pedig odaadta a császárnak, hogy irányítsa a világi ügyeket, és ezt nagyon szépen kifejezi ez a lenti rajz, ami egy tulajdonképpen egy freskó, tehát Szent Péter apostol, hogy az egyik kezével adja a sólát Leó pápának, a másikkal pedig a zászlót, ugye a harci lovagot Károly császárnak, Nagy Károlynak. És hát van is egy szép kiírás, hogy Beato Petre dones vitam Leoni pápe Victoriam Carlo Regi dones. Tehát boldog Péter adja életet Leó pápának és győzelmet Károly királynak. Ugye tehát ez az egyik elképzelés, és aztán ugye tulajdonképpen, mivel hogy Szent Péter a hatalom forrása, ezért még a világi hatalomnak a forrása is ugye Istentől van. Tehát a lelki hatalom, tehát a politikai hatalom is a lelki hatalomtól ered, és tulajdonképpen a pápa is valójában kikölcsönzi ezt a világi hatalmat az uralkodónak, de bármikor is ma is szólhatja. Tehát az uralkodó méltatlanná válik, ártalmassá válik a kereszténység ügye szempontjából, akkor a pápának a dolga az uralkodót megfosztani a hatalmától. Ezzel szemben a császári párt, aminek például olyan szószólai voltak, mint Dante Alighieri, ugye a nagy költő például, ők azt mondták, hogy a politikai hatalom nem származik az egyháztól, független a lelki hatalomtól, és hogyha úgy adódik, akkor a császárnak igenis joga van a pápát, mint saját alapvalóját akár megfosztani a hatalmától, vagy másról aktívan beavatkozni az egyház ügyeibe. És hát a középkor folyamán mind a két nézet érvényesült, hol az egyik, hol a másik. Na most hát nézzük például a 9.-10. századot, ami tulajdonképpen, aminek köszönhetően nevezzük ezt a korszakot ugye sötét középkornak. Most nem az egész középkor sötét, ez valójában a felvilágosodás korában ugye, hát a különböző szabadkőműves gondolkodók fogalmazták meg így, hogy a sötét középkor ugye az azt jelenti, hogy hát ott ugye tulajdonképpen a vallásos gondolkodás ugye háttérbe szólította az emberi szellemnek a szabadságot, a tudomány fejlődését, és az egész középkor elintézték ezzel, hogy sötét középkor. De valójában ez tulajdonképpen csak a 9.-10. századra vonatkozik, a sötét századokra,
amikor is, hát tulajdonképpen a pápaságnak soha nem látott mély repülése következett be, és erkölcsi, hihetetlen erkölcsi hanyatlása. Ugye a pápai államban az úgynevezett oligarchák veszik át a hatalmat. Tehát ilyen hatalmi csoportok, különböző római szenátorok, gazdag családok versengenek egymással, és ezek ültetik be a saját embereiket a pápai székbe, nagyon sokszor megvesztegetés, majd gyilkosság árán. Tehát például az egyik nagyon súlyos ilyen jelenség az úgynevezett hullazsina, amikor 6. István pápa exhumálja előkének Formosus pápának a holttestét, fölöltözteti a holttestet teljes pápai díszbe, egy zsinatot hív össze, ahol a halott pápa fölött ítélkezik, elítéli őt, és ezek után a halott pápának a testét meggyalázzák, kidobják az utcára, végigkurcolják az utcákon, és utána bedobják a Tiberis folyóba. Tehát ugye ez történeti tény, és hát az egyik legszomorúbb ugye fejezete a pápaság történetének. És ugye az oka, hogy a Formosus pápát, akinek a neve egyébként annyi kellett, hogy csinos, és ugye szépséges, tehát ha széles elég rosszul vár, ugye hát az oka, hogy ilyen rosszul vártak vele, az az volt, hogy ő egy másik pápnak a jelöltje volt, mint a 6. István, aki őt elítélte. Természetesen 6. István azért nem kerülhet el a saját sorsán, mert ők is rövidesen leváltották, és utána börtönbe vetették, ahol már megfojtották annak rendes módja szerint. Tehát ebben a korban gyakorlatilag mondjuk volt olyan, hogy 8 év alatt 9 pápa váltott egymást a trónon, nagyon sok pápa egy-két hónapig uralkodott csupán. Ugye ritka az a pápa, aki nem az előkének a meggyilkolása révén jutott hatalomra, és hát például, ami még nagyon szomorú, hogy úgy is nevezzük ezt a korszakot, hogy pornokrácia, tehát magyarul ugye hát laza erkölcsű hölgyek uralma Rómában, amikor is ugye Teofilaktól szenátor, felesége Teodóra és annak két bánya, Marózia és ifja Teodóra gyakorolják a teljes hatalmat. Különösen ez a Marózia, ez a saját szeretőjét juttatja a pápai hatalomra, és a végén sikerül a fiát is, a 16 éves fiát, 12. János néven hatalomra, tehát pápai székre ültetni. Egyébként ez a 12. János 3. Szerzius pápának és Marosziának a törvénytelen fia volt, és hát sajnos ugye hát valóban egy olyan pápa volt, aki hát mondjuk mindent elmond róla az adat, hogy 27 éves korában gyilkolták meg, amikor az egyik fér rajta kapta a pápát a saját feleségére. És ugye hát azt mondják, hogy a egyesek szerint meggyilkolták a 12. János, mások szerint pedig hát amikor a fér betoppant, akkor szívrohamot kapott félelmében is meghalt. Szóval ilyen korszakok is voltak sajnos a pápák történetében. Az egyetlen szerencse, hogy akkor még nem volt internet, meg nem volt ilyen modern információs hálózat, hogy azonnal tudjuk, hogy mi történik Rómában, hogy mit mondott ez a bíboros, vagy az a pápa. Tehát ugye gyakorlatilag, mivel hogy nagyon sűrűn egymást váltották ezek a méltatlan egyházfők, hát így tulajdonképpen a hívő nép azt se tudta, hogy most ebben a hónapban éppen ki az aktuális pápa, és hát nem is érdekelte nagyon őket, hogy mi történik ott Rómában, hanem csak élték egyszerűen a maguk keresztény életét, és próbálták ugye a lelki üdvösségét munkálni, ami szerintem egy nagyon bölcs és nagyon épületes hozzáállás volt. No, szóval végül is azonban ez a 12. János pápa, bármilyen tiltatlan is volt, mégis egy jó húzást is tett a uralkodás alatt, nevezetesen, hogy Nagy Otto, ugye német uralkodó, római császárrá koronázta 962-ben, tehát ezzel az eseménnyel helyreáll a úgymond a római császárság, a római birodalomnak a kontinuitása német-római császárság néven. Tehát úgy vették, hogy Ottónak a birodalma az ókori Rómának az egyenes volt a
És hát ez az Otto és utódai bizony hát rendet is hozott a pápaságba, és ebben az esetben nagyon jó volt az, hogy a politika és a világ uralkodó beavatkozott a pápaság életébe, mert a császár nyomására méltó és jó pápákat, sőt szentléleti pápákat ültettek a Szent Péter székébe, és ezáltal tulajdonképpen az egyháznak a belső erkölcsi állapota nagy mértékben helyre állt. Például Nagy Ottónak az egyik utódja, harmadik Ottó ültette a pápai székbe a francia második Szilvesztert is, aki a korának egyik nagy tudósa volt, és ő az, aki ugye a Szent Koronát küldte Szent István királyunknak, ez a második Szilveszter. Azután például a harmadik Henrik császár ugye olyan pápák is hatalomhoz juttatott, mint Szent 9. Leó, aki ugye belőle azt az egész Európát, zsinatokat hívott össze, ahol ugye helyes és üdvös reformokat hozott ugye létre, és különösen küzdött, eredményesen küzdött a simónia ellen és a papi nősülés ellen. Na most ugye a simónia az egy kulcsfogalom a középkorban, Simon Mágustól kapta a nevét, akiről az apostolok cselekedete beszél. Ugye Simon Mágus, amikor látta, hogy az apostolok kézrátétellel átadják a Szentlelket, és ugye különböző csodák történnek az apostolok körül, akkor pénzt kínál föl az apostoloknak, hogy megvegye tőlük ezt a lelki hatalmat. Tehát, hogyha valaki lelki hatalmat próbál pénzen megszerezni, például egy szentelés, például valamilyen egyházi hivatal, akkor ezt úgy nevezünk, hogy simónia. És ez az egyik legsúlyosabb bűnök közé tartozik, amit a papság elkövethet, és sajnos a középkorban teljesen behálózta az egyház működését, a simónia. Tehát minden hivatalnak meg volt a maga borsos ára, ami pénzzel kellett ugye leírni. Aztán ugye hát a papi nősülés kapcsán azt már többször említettük, hogy ugye a cölibátus intézménye az visszamegy az apostoli korra. Olyan értelemben, hogy a nős embereket is szenteltek, de a szenteléstől kezdve ugye a házasság, házas élettől tartózkodniuk kellett. Tehát a szentelés után önnek tartozható életre voltak kötelezve. Viszont hát a középkorban elharapódzott az a szokás, ugye egészen 7. Szent Gergely pápáig, hogy nagyon sokan ezt nem tartották be, hanem vagy továbbra is házas életet éltek a feleségükkel, vagy pedig ugye hát a szentelés után kötöttek házasságot, vagy esetleg elváltak és újra házasodtak a papok, és hát ez nyilván a papságnak a lelki erkölcsi süllyedését eredményezte. Aztán ugye az olyan pápák, mint mondjuk második Miklós visszaállítják a pápa választás szabadságát. Tehát ugye eleinte a sötét századok után ez jó is volt, hogy a császár magához ragadta a pápa kijelölésének a jogát. Tehát a saját emberei ültette a pápa székbe, mert csak így tudott méltó és alkalmas személyeket oda juttatni, viszont szépen lassan ezek a méltó és jó pápák visszaveszik az egyház számára a szabad pápaválasztás jogát, tehát második Miklós ugye meghatározza, hogy csak püspökök, bíborosok választhatnak új pápát Rómában, mégpedig a római papság köréből. Tehát nem lehet akármilyen állami hivatalokat oda helyezni a pápai székbe. Egy nagyon szép, világos fény ebben az általános sötétségben a 9.-10. Században az úgynevezett Klügyi reform. Ugye Klügy az egy franciaországi apátság volt, amely hát 910-ben alakult, és akvitániai Vilmos ugye nemes alakította. Így nézett ki ennek az apátságnak a tempoma, és ugye az egyik legfontosabb tulajdonsága volt, hogy ez egy exempt apátság volt, vagyis nem a helyi püspök és nem is a helyi nemesek alá tartozott, hanem közvetlenül a szentszék alá. Ugye azóta már megszoktuk, hogy a legtöbb ugye régebbi rend, vagy világ ugye elterjedt
tehát világméretű elterjedtségnek örvendően, az ma a mai napi pápa jogú. Tehát a mi premotrejek nem vagyunk alávetve a Váci megyés püspöknek, ha már ott lakunk, hanem közvetlen a Szentszéknek. Ez úgy nevezik, hogy pápa jogú. Ugye az újabban induló rendek, vagy olyan rendek, amelyek nem nemzetköziek, ott ugye nagyon sok az olyan, ami egyházmegyei jogú, tehát a helyi püspök alatt van. Most a bűnnapság az első, ami ugye közvetlenül a Szentszék alá tartozik, és ez egy jó dolog ebben a korban, mert biztosítja a szabadságot, például a szabadválasztás szabadságát, azt, hogy ne legyen a kolostorok élete az aktuális politikai érdeknek kiszolgáltatva, és például ebben a női apátságban megújul a fegyelem, a tudomány, központban áll az ünnepélyes liturgia, a teljes énekel, ünnepélyesen végzett közös zsolosa. Ugye ennek köszönhetően most már minden szerzetes szinte pappá szentelnek, ugye ez nem volt jellemző, tehát az ókor végén, illetve a középkor elején, mondjuk a Benz és Kolostorokban egy-két szerzetes szenteltek csupán pappá, aki kellett ahhoz, hogy ugye legyen rendszeres szentmiség a szerzeteseknek, de a többi az nem volt pappá szentelve. Nőiben kezdték azt, hogy a férfi szerzetesek nagy részét szinte mindenki pappá szentelve. Hát ugye ez részben a misszióknak is köszönhető, mert hogyha a bencések mennek ugye más országokba misszionálni, akkor az bizony szükséges, hogy papok is legyenek egyben. Aztán ugye hát előtérbe kerül a szellemi munka, tehát ezek a szerzetesek, papok lévén most már írástudók, tudnak ugye kódexeket másolni, tudnak maguk is ugye írni, tehát krónikákat összeállítani, különböző tudományos értekezéseket, tehát a kolostorok, a tudomány és a lelki életnek a központjaivá válnak, és ezáltal az egyház megindulása megindul ezekből a kolostorokból. Olyan nevek fűződnek bűnhez, mint Szent Odó, Szent Odiló, Nagy Szent Hugó, vagy Hildebrand, aki később 7. Gergely pápa néven ugye pápa lesz, és szentként is tisztelik a mai napig, és például a Szent Orvendőknek a megjelenése és működése szorosan kapcsolódik 7. Szent Gergelynek, Hildebrandnak a rekordtörekvéseihez. Aztán ugye az olyan jelenségek is bűnhöz kötődnek, mint az úgynevezett Reuvadei, a Isten békéje. Tehát bevezetik azt a szokást, hogy abban a korban, ahol ugye hát a párbajok, a fizikai leszárolások, a vérhosszú, az ökörjog mindent elharapozott, szabályként előír az egyház, hogy szerda estétől hétfő reggelig, tehát az Úr Jézus szenvedésének és halálának az időszakában szigorúan tilos kiköszönés terve alatt bármiféle hadakozás. Tehát fizikai leszárulásoknak, ha nem is lehet teljesen kiküszöbölni, de legalább ezekre a napokra, hát felejtsék el, vegyék félre, és akkor általában hétfő délután már nem teszünk meg, hogy én is leszek össze. Mondjuk ezt én teszem hozzá, hogy egy zárójelben. Aztán ugye a női szerzetesek között vannak nagyon híres teológusok is, mint egy Paschasius Rambertus nevű, aki ugye elkészíti az első teológiai értekezést az oltári szentségről. Aztán például az olyan költők, mint Notker Valdus, ez a Valdus annyit jelent, hogy tanuló Notker, de ennek ellenére zeneszerzés költő volt, és nagyon sok zsolosban hímnusz, meg szekvencia, meg ilyen gyönyörű szép, ugye liturgikus darab, ez Notkerhez költődik. Ő maga aztán nem tudta elénekelni, viszont nagyon szépen összeállította, és a mai napig megvan számukra az ő munkássága. No, szóval voltak ilyen jó szempontok is, és hát hogyha már említettük Hildebrandot, 7. Szent Gergely, akkor ugye hát az ő pápasága 1073-tól 1085-ig tartott, és ugye hármas célkitűzése volt, a klérus szentsége, tehát elsősorban a simónia és a papi házasság ellen küzdött, tehát a nép csak akkor tud megtérni szentté válni, hogyha a papjai először szentté válnak. Aztán az egyház szabadsága, tehát küzdött a pápa választás szabadságáért és az investitúra ellen. Na
Most az illeszfigura az egy másik kulcsfogalom a középkorban, nagyon rokon a simóniához. Tehát ugye arról a illeszfigura szó szerint annyit jelent, hogy beiktatása, beöltöztetés. Na most itt látunk egy jelenetet az illeszfigurából. Tehát itt van az uralkodó, itt van az újonnan kinevezett püspök, és ugye a pásztorokat az uralkodó átadja az új püspöknek. Ez mit jelent? Ugye a középkorban az egyházi hivatalokkal, különösen az apáti vagy a püspöki székhelyel mindig jár egy ugye földbirtok, illetve egy jövedelem. És ezt a jövedelmet az uralkodó adta át az ugye püspöknek vagy az apátnak. És hát ennek kapcsán formáltak jogot az uralkodók arra, hogy ők mondjuk válasszák ki az új püspököknek a személyét. Nagyon sokszor a szentpont nem az volt, hogy ki a legszentebb, ki a legméltóbb, ki a legalkalmasabb, hanem az, hogy ki az uralkodónak éppen aktuálisan a csókosa, a politikai barátja, akit jutalmazni kell egy jó zsíros egyházi jövedelemmel, amiért nem kell dolgoznia, viszont minden hónap folyamatosan jön a húsás bevétel. Ugye, tehát ez volt az investitúra lényege, és ezért kargoskodtak az uralkodók, hogy ne a pápa válassza a püspököket, ne a szerzetesek válasszák az apátukat, hanem az uralkodó jelölje ki a számára alkalmasnak bűnő személyeket. Na most ezzel lehet is véresen küzdött hetedik Gergely, majd meglátjuk, hogy mennyire véresen, szó szerint értendő. Egyébként ez pedig ugye a német-római császár koronája. Mai napig látható résen a Instában, tehát az ő számukra ez a szent korona. És ugye a harmadik, amiért küzdött a hetedik Gergely pár, az a Monarchia Christi, vagyis, hogy ugye a pápa legyen a keresztény világ egyedüli ura, és tehát az egész keresztény világ, mint egy Krisztus kormányzása alatt egy egységes birodalom. És hogy ez megvalósulhasson, ezért adta ki Hetedik Gergely pápa a Dictatus Pápa, tehát a pápa diktátuma nevű dokumentumot, ami 22 tételből áll, és hát például ilyen tételek vannak benne, hogy egyedül a római egyházat alapította maga az úr, egyedül a római főpap nevezhető egyetemes főpapnak. A püspököket egyedül a pápa teheti le, és egyedül ő helyezheti vissza a székükbe. A pápa követi a zsinaton minden püspököt megelőz, még ha ő maga alacsonyabb rangú is. Egyedül a pápának szabad a kor szükségleteinek megfelelően új törvényeket hoznia, új püspökségeket alapítania, és a káptalan apátságát alapítani. Egyedül a pápa használ a császár jelvényeket. Csupán a pápa lábán csókolják meg az összes fejedelmet. A pápának szabadságában áll letenni a császárokat. A pápa fölött senki sem bíráskodhat. Minden egyház fontosabb ügyeit a pápa elé kell terjeszteni. A pápa föloldhatja az alattvalókat a gonosz uralkodónak tett hűséges alól. Tehát egy abszolút pápai diktatúra és teljhatalom, az, amit igényel Hildebrand. És ezt olyannyira próbálta érvényesíteni az egyházon belül és a társadalomban is, hogy elnevezték őt egyesen Szent Sátánnak. Tehát, hogy olyan határozottsággal és agresszióval tudta ezt képviselni, hogy az egyik kedvenc mondása volt, hogy ugye áldozott az, aki kíméri kardját a vértől. Tehát képesen mondva, és ugye már hogy a legnagyobb büntetés a néma kutya érdemli meg, aki nem képes fogadni, amikor úgy fogadni kell, és így elveszteni. No, hát természetesen, amikor ezt meghallotta az aktuális német-római császár negyedik Henrik, hát nem volt az égére ennél szólva ez a fajta pápa diktatúra, ezért már 1076-ban összehívta a főurai Worcban, ami akkoriban a birodalomnak a fővárosa volt, és a worci birodalmi gyűlésen megfosztotta a pápát a pápától, tehát letette a pápát az ő székéből. A következő szavakkal. Henrik nem vitorló, hanem Isten kegyelméből király. Hildebrandnak, aki nem pápa, hanem egy hamis barát. Szállj le! Hagyd ott a vitorolt apostoli széket!
hitvégét elhomályosítani, és Szent Péternek igaz tanítására fog oktatni. Mi, Henry, az Isten kegyelméből való király, összes püspökeinkkel együtt mondjuk neked, szállj le, szállj le! Tehát így kell egy pápát közszólítani a megváltásra, nem finom szavakkal. Ezt tette, ugye, negyedik. Természetesen a pápa ezt nem részletétlenül, hanem ő is hasonló stílusban válaszol. Összehívott egy római zsinatot, ahol kiközösítette Henriket, az alapvalóit pedig feloldotta a hűséges fű alól. Tehát az alapvaló nem kötelesek engedelmeskedni ennek a hit szegővé vált királynak. Na most hogyan kell válaszolni egy pápának egy ilyenfajta uralkodói megkötésre? Hagyjuk tehát Henrik Gergely szavait. Szent Péter apostol fejedelem, kérjük téged figyelme szörnyörgésünkre. Nem volt szándékom előszakkal örököt belépni. Jobb szeretett volna egyszerű zarátok életet élni, mulandó, világi dicsőséggel fejedet nem igyek, nagy igyekezettel elfoglalni. Azért az általa kegyelmekre, nem pedig az érdemekre támaszkodva hiszem, hogy kedved szerint volt is van, hogy a kiváltságos módon rám bízott keresztény nép engedelmeskedjék nekem, örökösök vagyok, és akinek általa kegyelme nem más, mint az Isten által adott hatalom kötni és oldani a szépen is a földön. Ellen bizakodták egyházat felmagasztalása és megvédelmezése véget, a tőle egyen hatalommal is tekintélyen megvonom Henry királytól a hatalmat, az atyának, a fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Feloldom minden keresztényt az esti alól, melyet tekintettek vagy fognak tenni, és megtiltom, hogy valaki neki királynak kódoljon. Úgy írik, hogy aki az egyház tekintélyét csökkenteni igyekszik, ő maga veszítse a tiszteletet, mely csak látszólag volt neki. Mivel keresztény létére megtagadta az engedelmességet, javát célzó figyelmeztetések megvetés által, tovább az egyháztól való különválás által, melyen szakadást akar támasztani, az elhagyott Istenhez visszamentél, kiközösített. Benne bízva úgy közösítem ki, hogy a népek lássák és tudják, hogy te vagy Péter, kire az Isten fia Anya Szent Egyházán építette, és a gondok kapui nem vesznek erőt rajta. Tehát meglepő módon ez egy imádság Szent Péterhez, amire ugye bele van illeszve a császár kiközösítése. Na most, abban a korban, hogy a vallásos középkorban vagyunk, és a hívek meghallották a pápa szavát, tehát az egyszerű népből elkezdve a nemesekig mindenki hátat fordított Henry királynak, keresték az utódot, akit a helyre lehet tenni, és Henry király látta, hogy hát itt viszont teljesen ugye végtelenül egyedül marad, és ezért elhatározta, hogy már pedig nincs más út, mint bocsánatot kérni a pápától. A pápa ekkor Észak-Itáliában Kalosszában tartózkodott, Matild grófnének a várában, és hát ez a Matild, mint egy közvetítő szerepet akar betölteni a ugye látszólag bűnbánói császár és a pápa között, tehát ugye hát félvíz idején a császárnak megjelent egy szál ilyen veszekvő köntösben mezitláv a ugye vár hajtott előtt, és hát ott könyörgött napokig, és hát a pápa hát ugye riasztódott a vár falai mögött, hogy most kigőzzön benne a lelkipásztor, aki ugye hát mint egy köteles a bűnbánokat komolyan venni, és hát a föloldozást megadni a bűnbánoknak, vagy pedig a politikus győzzön benne, aki azért sejtette, hogy ez nem egy őszinten bűnbánat. És hát a Matild grófnőnek a közbenjárására végül is hát a jó szíve győzött a pápának, és ez volt a veszte is később, és hát kilépett a pár ajtaján, megölelte Henriket, visszafogadta az egyházba, föloldozta, és meg is áldoztatta. És ez azt jelentette, hogy Henry visszanyerte hatalmat, és már visszakerült a régi pozíciójába. Na most én keresem ezt a korabeli képet. Erről. Ugye ezért mondjuk azt, hogyha valaki nagyon
hát ugye kvázi megvárja a bűnét, és hogy hát próbálunk visszatérni, hogy van összejárás. Hát itt van ez a vár, látjuk a nevelő gyermekek, látjuk a rendéket, és hát a mafiódok itt a pápa fülébe súgja azt, hogy nem ér olyan kegyetre, hát megfigyelemnek, hogy hát ő is az egyháznak a gyermeke. No, és hát ugye ez volt a kalosszajárás, viszont Henrik, amíg visszakerült a hatalomba, folytatta a régi módját, gyakorolt az investitúrát, sőt, bevonult Rómába, ellenpápát állított, és Henrik Erge kénytelen volt az angyal várba menekülni. Hát ma is van ilyen titkos járat, ami összeköti a Vatikán az angyal várral, mert hát nagyon sok pápát oda száműztek, ott éreztetek halálra, fogok, stb. Tehát, hogy egyre teljesek oda menekülnek az ellenségek elől. Most Henrik Erge az angyal várban, ugye házi fogságban lévén, a normandokhoz fordult, akik egy vad félbogár nép voltak, és hajlandók voltak, hát megfelelő, ugye anyagi ellenszolgáltatásért segíteni a pápának. És hát jöttek is segíteni Henrik Ergenyen, csak hogy közben akkora pusztítást végeztek Rómában, raboltak ugye, hát mint egy bűnbanda tulajdonképpen, hogy a felbűnődött római népnek elege lett az egész hát, Csetepatéból, és a pápának magában is menekülnie kellett a nép elől, Szalernóba, ahol száműzetésben halt meg, és az utolsó szavaival ugye hát mindegy fölidézte a 44. Zsoltár, szeretem az igazságot, gyűlöltem a gonoszságot, ezért halok meg számkivetésben. Na, de minden esetben az egyház az ő életét és munkásságát ugye hát úgy ítélte meg, hogy szentélben akarhat úgy elérni. Lényeg az, hogy folytatódik a vita, ugye hát meghal 4. Henrik is tört 5. Henrik, azután ugye a pápa is most már 2. Kallisztus, és hát 1122-ben, 8-ban megkötik a konkordátumot, a megegyezést, amelynek eredményben egy 5. Henrik császár lemond az investitúráról, tehát nem ő akarja kijelölni többet az egyházi, ugye, hát tisztviselőket. A szabályokat a szerzetesek fogják választani, a püspököket pedig a papság és a nép, a császár csupán felügyeleti jogot gyakorol, vitás esetekben beavatkozhat, és mindössze annyit tehet, hogy a kiválasztott főpapot, akit hát nem ő választott, hanem a nép és a papság, az beiktatja a bűnbérbirtokba, tehát átadja neki a tisztségével járó, ugye, vagyon és hát fölbirtokot. Tehát ennyiben egyeztet meg, és hát nagyon szép ez a megegyezés is, azt mondja, hogy én 5. Henrik, Isten kegyelméből római császár, Isten iránt való szeretetből, átengedek a Szent Római Egyháznak és 2. Kallisztus pápa úrnak, s lelke üdvösségért Istennek, az ő szent apostolainak, Péternek és Pálnak, s a Szent Katolikus Egyháznak minden investitúrán, gyűrűvel és pásztorkottal, és megengedem, hogy birodalma minden templomában káli választás és szabad választás történjék. Én pedig Kallisztus püspök, Isten szolgáinak szolgálja, megengedem neked, kedves fiamnak, Henriknek, Isten kegyelméből római császárnak, hogy a püspökök is apátok választása a német királyságban, a te jelenlétedben történjék, de simónia és erőszak nélkül. Ha visszaállítanak a pártok között, akkor a tartomány metropolitális püspöktársai tanácsas belátása szerint az értelmesen párthoz kell állnod és azt kell segítened. A megválasztott tőle vegye át a hatalom nyelvényeket a joggal átadása mellett. Tehát egyfajta ilyen végüléke, ugye kölcsönös megegyezés történik, ahol mindenki valamivel enged, és látszólag, de csak látszólag egy időre elsimul ez a vita. Egyébként az első laterán egyetem zsinat megerősíti ezt a megegyezést. Na, de támad egy másik, hát Birgonc uralkodó, akinek a nevét bizonyára hallottuk már, Rőszakálló, vagyis Barbarossa Frigyes. Ki a Frigyesnek a ideálja, a követelő példája? A szultán,
és a bizánci császár. Na most tudjuk, hogy ezek olyan uralkodók, akik bizony hát minden további nélkül uralják a vallás életet és az egyházat, és hát ugye ezért Barbarossa négyes is teljes kormányzással és teljes hatalom alá akarja volni az egyházat. Többek között kétszer is ellenpápát állít Rómában, az egyiket meg is koronáztatja magát német-római császárrá, de végül is a lombardiai városok legyőzik őt, és 1172-ben megkötik a velencei békét Frigyes császár és harmadik Sándor pápa között. Egyébként az ilyen nagy békekötések után mindig volt egy zsinat is, ez legtöbbször a Lateránban, a pápa akkori székhelyén történt, így a harmadik Laterán zsinat 1179-ben meghatározza, hogy a pápát ezen túl a bíborosok kétharmados szavazatával választják. Tehát ugye ma is gyakorlatban van, hogy csak a bíborosok, tehát nem a papság is a nép, csak a bíborosok, és kétharmados többséggel. Ez az 1179 óta van, hogy harmadik Laterán zsinat. És itt jön egy nagyon-nagyon szent életű pápa, aki nem avattak ugyan szenté, de a középkor egyik legnagyobb pápája, ez pedig harmadik Ince volt. Világi nevén Lotario di Segni, aki mindössze 30 éves korában lett pápa, és az ő célja az egyház reformja fejében és tagjaiban. Tehát a reformot saját magán kezdte, és a saját pápai udvarában. Egyébként további céljai a Szentföld felszabadítása, ugye ez a keresztes háborúknak az ideje, azután Isten földi országának megteremtése. Ő maga előreivel, ugye sokszor ellentétben, paszkétan életet él, a pápai udvar erősebben reformálta, kiközösítette az egyházat sértő uralkodókat, sőt mondjuk akkoriban is nagy probléma volt uralkodói családokban a vállás, újraházasodás, tehát a megmondt idősödő feleség eltaszítása az udvarhölgy feleségű létel helyébe, és az ilyen uralkodókat is kiközösítette Ince pápa, és az eredeti feleség visszavételére kötelezte őket. Aztán például a magyar politikában is úgy beavatkozott, hogy pozitív értelemben, hogy Imre magyar király kivékítette öcsével Endrével, Földi János angol király megfosztotta a trónjából, mire az, hogy ilyen bűnbánatot tartott és hűvérnek ajánlotta be országát a pápának. Azonban a harmadik Ince legfontosabb cselekedete a negyedik Laterán zsinat összehívása 1215-ben. Tehát a középkornak talán a legfontosabb egyetemes zsinata, 400 püspök és 800 apát vett volt rajta részt, és ez az a zsinat, ami megfogalmazza a transzubstanciáció, vagyis az átlényegülés dogmáját. Tehát nem mintha addig nem hittük volna azt, hogy ugye a kenyér is a korát változik, Krisztus testén is vérévé, de most ugye már megjelenik a skolasztikus filozófia is, megvívják az első harcokat az eretnekekkel, és ugye a negyedik Laterán zsinat nevet is ad ennek a mély kitűnek, hogy átváltoztatás, hogy ugye a kenyér és a bor teljes ugye, lényege átváltozik Krisztus testének és vérének a teljes lényegévé. Azután innentől kezdve kötelező évente legalább egyszer tolni is áldozni. Tehát 1215-ben határozzák ezt meg, hogy a minimum, ami minden hívő kötelez súlyos bűntelme alatt, az az évi egy tolnás is áldozás. Hát látjuk, hogy most már egy zsinatnak ezt ki kell mondani, akkor hát eléggé rossz állapotban volt a hívő népnek a lelkélete, hogyha mondjuk ezt parancsra kell adni, hogy aki még eset teszi meg, az aztán végképp nem számít az egyház élő tagjának. Olyan fegyelmi szabályokat hoznak, hogy például tilos az Isten ítélet, ugye mi az Isten ítélet? Tehát vitás felekben olyan módon próbálták előtteni az igazságot, hogy egy imádság után ugye például mondjuk hát át kellett venni mondjuk
parázsa, vagy például meg kellett fogni valami forró tárgyat, és hát akinek sebesülésen történt, az ugye, hát az rossz oldalon áll, és az hazudik a bíróságon, akinek, aki pedig éppen megúszta ez az Isten ítéletet, az ugye, az képviseli az igazságot, annak van igaza. Tehát ez ilyen babonás, a pogány időszakról visszamaradt módja annak, hogy ugye, hát nincs tehát bírói rendszer, nincs jogrendszer, nincsenek megfelelő törvények, tehát úgy pedig, hogy Isten nem engedi majd, hogy az ártatlan félnek valami baj, esély, és akár csoda, árás majd ugye, hát megmutatja, hogy ki, melyik oldalon van az igazság. Tehát ez egy nagyon babonás is káros szokás volt a középkorban, amit egy ilyen hamis lelkiséggel próbáltak alátámasztani, és ezt elítéli a negyedik vatikán zsinat, tehát nem lehet ilyen egyházi állással végbelülni. Ezután szerzetes rendeket csak pápai engedélye lehet alapítani, tehát új szerzetes rendeket, megtiltja a zsidó üldözését, egyébként a középkornak visszatérő motivumai, mert a keresztes háborúban is volt ilyen, hogy spontán hogy a nép tömegekben kitört ugye a zsidó gyűlölet, és hát mit tudom én, egy-egy nagypénteki szertartás után, hát fölbuzdulva, a templomból kilépve, elindultak, hogy felégessék a zsinagógát például, mit tudom én, kiűzzék a helyi zsidó lakosságot. Hát mondjuk ennek az is a magyarázata, hogy például ugye a keresztényeknek tilos volt a kamatszedés a kereskedés kapcsán, a zsidóknak pedig ugye hát a pápa nem parancsolt, tehát ők kamatot is szedtek, és még pedig uzsora kamatot, és hát nagyon sokszor bizony emiatt sokakat nyomorban döntöttek, tehát úgy zárójelben ez is a háttérben ott volt. Minden esetre a pápa helytelenít is megkérte a zsidóknak ezeket a pogromait. Prédikálni csak kármani küldetése, tehát csak egyházi engedélye lehet. Ugye a keresztes hadjáratoknál is láttuk, hogy egy-egy kínas vagy akármilyen önjelölt őrült elkezd ugye valamit prédikálni, meghűíti a néptömegeket, és akkor elindulnak valami őrültséget csinálni. Tehát az egyháznak jól van felügyelni, hogy ki prédikál, és mi a prédikáció tartalma. Ehhez kell ugye a egyházi engedély. Szóval ez a mind a negyedik laterán zsinatnak a műve, és hát nagyon hasznosnak és jónak bizonyult az egyház életében. Igen, például itt van egy részlet a határozatokból. Mindkét nemből való minden hívő, miután a megkülönböztetni tudás éveihez elérkezett, tehát ugye a megkülönböztetés éve az a 7 éves kor, tehát amikor már felelőssé tehető a saját cselekedet. Beszámít neki mondjuk a bűn. Tehát mi is azt mondjuk, hogy 7 éves korig általában föltételezzük, hogy súlyos bűnt nem tud elkövetni, mert nincs a tudatosságnak azon a fokában. 7 éves kortól már képessé tartjuk ilyesmire. Tehát a megkülönböztetés évei kora után legalább egyszer egy évben minden bűnét egyedül is becsületesen gyógyja meg saját alapjában, és a rákiszabott elégétel öregedjék előszerint elvégezni. Vagy legyen magához tisztelettel, legalább húsvétkor az oltári szentséget, ha csak esetleg úgy nem ítélte saját papjának a tanácsára, hogy valami észszerű okból egy időre annak vételétől tartózkodni kell, máskülönben, mint életében tartsák távol a templomba való belépéstől, vagy halálában nyíljon össze a keresztény temetés. Tehát aki még évente egyszer sem gyógyik és áldozik, az nem léphet be a templomba, és megtagadják tőle a keresztény temetést. Ez volt a szankció. No, szóval ez egy mai napi, ugye, nagyon fontos egyházi törvény. No, azután, hát ugye második kényszer után következik, vagyis harmadik kényszer után következik majd negyedik kényszer, és második Frigyes, aki között megint föllángolt ez a nagy ellentét és investitúra harc,
Ezt a második égest is többször kiközösíti a pápa, majd feloldozza, tehát megint játsszák ezt a megtérés, feloldozásnak visszaesés játékot. Ugye ez a második égest keresztes hadjáratot is lehet, ezért Jeruzsálem királyát koronáztak a saját magát. Közben folyamatosan uszítja Róma lakosságát a pápa ellen, és hát ugye annyira kielméleződik nekik az ellentét az uralkodó és a pápa között, hogy az első Dionizsi napon, 1245-ben a bíborosok első ízben kapnak piros kalapot méltóságuk jelenként, annak jelét, hogy a vérgyanúságra is készen kell állni. És ugye ezt a vérgyanúságot a keresztény császártól lehet elszenvedni, mert ő az, aki anyja ellentében áll az egyházzal. Egyébként ez a negyedik ince fogalmazza meg az egyház öt sebét is, tehát a Dionizsi napon beszél erről, hogy a pápaság bűnei, illetve a papság bűnei, Jeruzsálem eleste, magyarországi tatárjárás, hogy a keresztény uralom bizonytalansága Konstantinápolyban és a császár ellenségeskedése az egyházzal, ezek az egyháznak a korabeli sebei. Na most végül ezt a második Frigyes leveszik a hatalomból, nem a pápa, hanem más uralkodó, és tulajdonképpen az utolsó utódját, az unokáját, a 15 éves Konradinót, Anzsú Károly Nápoly piacán lefejeztette, és ezáltal véget ér a nagyhatalmú, ugye középkori Hohenstaufi dinasztia, és helyette megjelenik Dél-Itáliában az Anzsú dinasztia, ugye, akiből nekünk is jutott Magyarorna. Na most ugye látjuk, hogy ez már egy francia család, illetve már a zsinatot is Lyonban tartották, tehát egyre növekszik a francia uralkodóknak a hatása és befolyása az egyház életében. Ez aztán egy végzetes következménnyel fog nem sokára járni, de előtte még ugye Lyonban megtartanak egy második lyoni zsinatot is, amelyen megvalósul egy rövid életű egyesülés unió a keleti egyházzal. Tehát nagyon érdekes ugye, hogy többször a történelemben előfordult, hogy idejelenesen helyreállt az a szakadás kelet és nyugat között, de sajnos ugye ez az idejelenes unió felbomlott. Itt kell még megemlíteni, 5. Celesztin, 5. Szent Celesztin pápának az 5 hónapos pápaságát. Tehát ugye megint különböző vitákat ugye a római uralkodó családok között, akik megint próbálják megkaparintani a pápai széket, és a nagy viták közepette van egy olyan időszak, hogy 2 évig nem tudnak pápát választani. Tehát ekkor jön az a szokás, hogy ugye konklávé, tehát kulcsalád zárja a bíborosokat, és addig nem engedjük ki őket, sőt éhezhetjük is őket, amit nem választanak egy pápát. Mert már 2 éve nyilatkoznak és beszegszenek, és még mindig nincs eredmény. És ugye hát egy ilyen 2 éves, hát üres szakasz Széde Vakrámer után megválasztanak egy nyámbor remetét, aki ugye fölveszi a 5. Celesztin neve 1294-ben, és ugye hát a remete hirtelen egy nagyon-nagyon zűrzavaros korszakban a pápai székbe kerülve, hát teljesen összeomlik és összerobban, főleg, hogy van egy ott jogász, Benedetto Gaetani, aki a jábor pápának azt javasolja, hogy nézze szembe, hogy ez nem önnek való. Ez valami sokkal parakára ennek kell, hogy legjobb, hogy a szépen visszavonul remetének, és átadja a helyét egy alkalmasabbnak. Tehát 5. Szent Celesztin 5 hónap után lemond a pápaságot. Lássodán kiválasztanak meg utódjának, Benedetto Gaetani jogász, aki ugye 8. Bonifác néven a középkor utolsó nagyhatalmú pápája, és egyébként már nem engedi vissza előként a remetességbe, hanem fogva tartja annak a nem sokára bekövetkezett haláláig. Egyébként az aktualitása ennek, hogy ennek az 5. Celesztinnek az eredményét,
egy Aquila nevű olasz városban őrzik. És hát ez az a város, amit egy pár évvel ezelőtt egy súlyos földrengés ért, minden, ugye az összes templom le, ugye dőlt, de hát az ötödik zeleszti eredménye egy üvegkokosos értetlenül megmaradt. És amikor 16. Benedek meglátogatta ezt a várost, és ezeket az eredményeket, akkor levette a válláról a pápai kardiumot, tehát ami ugye a tiara eltűnése után a pápaságnak az egyetlen megvan a hatalma, és rátette ötödik zeleszti koporsójával egy képvisóval. Tehát ekkor jelezte először nyilvánosan, hogy mit forgat a fejében, mi az ő terve. Mert ugye ötödik zeleszti óta nem volt ilyen, hogy lemondjanak a pápák. 1294. Volt korábban a sötét századokban, ahol már lemondatták őket, kinyírták őket, ugye, tehát két havonta változtak a pápák, sőt volt, aki visszajött többször is. Na, de lényeg az, hogy a ötödik zeleszti az, aki ott a jesinyen történnek. Na, nézzük ezt a 8. Bonifácot, a Ravasz jogász, hogy ő ugye hogyan uralkodott. 1294 és 1303 között, hát ugye 1302-ben Rómában összehív egy zsinatot, ahol kiadja az Onás Szántán Bullát, ahol utoljára középkor folyamán megfogalmazta a kettős kard elméletét. Tehát, hogy a pápa fölött ember nem ítélkezhet, de a pápa bármikor ítélkezhet minden világi hatalom fölött, és megnyomhatja tőlük a hatalmat. Igen. Tehát azt mondja, az egyház hatalmában két kard van, a lelki és a világi kard. Így tanuljuk az evangélium szavaiból. Mindkettő az egyház hatalmában van, vagyis a lelki kard is, és az anyagi kard is. De az utóbbi, az anyagi kard az egyház érdekében használhassék, az viszont a lelki kard az egyház által. Ez papi kézben, az a királyok és katonák kezében, de úgy, amint a pap rendeli és engedi. Szükséges továbbra, hogy az egyik kard alá legyen rendelve a másiknak, vagyis az evilági tekintély a lelki hatalomnak alapvalója legyen. Méltóság és rang tekintetében minden nemű földi hatalmat megelőz a lelki hatalom. Ez annál határozottabban kell vallanunk, minél előre valók a lelki dolgok az elvilág dolgainál. Ha tehát hibázik a földi hatalom, ítéletet mond fölötte a lelki. Ha pedig egy alsófokú lelki hatóság hibázik, ítéletet mond a saját fölöttese. Ha azonban a legfelsőbb lelki hatalom hibázik, ember nem ítélheti meg, hanem csak az Isten. Az apostol tanúsítja, a lelki ember mindent megítél, de ő senkitől meg nem ítélteti. Ez viszont nem emberi tekintély, hanem inkább isteni, na ember kapta és ember gyakorolja. Kijelentjük továbbá, kimondjuk, határozzuk és kinyilvánítjuk, hogy minden emberi teremtménynek üdvössége érdekében feltétlenül a római pápa alapvalójának kell lennie, mondja a 8. Bonifác. Tehát ugye a lelki hatalom abszolút elsőségét vallja. Természetesen akadt egy méltó ellenfele, világon szinte, negyedik szép Fülöp francia király személyében, aki folyamatosan ugye már az egyház hatalmát próbálja korlátozni, és például ez a Unam Sanctam Bulla kiadása után anányiban merényletet is szervez a pápa ellen. Hát a pápát ugye nem sikerül megölni, viszont annyira ugye hát megviselt ez az egész ügy, hogy hamarosan meghalt. Szép Fülöp befolyása alatt pedig megválasztanak egy francia pápát, 5. Kelemen néven, aki ugye fogja magát és áthelyezi székhelyét Rómából Avignonban. Innentől kezdve 70 évig a pápa Avignonban székel, csak francia pápák vannak, ugyanis a francia király, mint egy bárként ugye mozgatja ezeket a pápákat. Például negyedik szép Fülöp elég, hogy Kobolt várak alapján fölösszassák a templomos lovagrendet, és a vagyonát természetesen kikapja, negyedik szép Fülöp uralkodik.
boldogok. Ha pápa pedig, hát ehhez csak boldogatok és azt hiszel, és ugye az utolsó templomos nagymester, Jacques Molé, amikor ugye mágiára ítélik és ártatlanul elengedik, akkor azt mondja az utolsó szózatában, hogy egy éven belül Isten ítélőszéke elé hívom a pápát is, mint a királyt is, és minket egy éven belül is látva. Úgyhogy hát szóval ez egy külön történet a templomos rovarkának a sztorja, de lényeg az, hogy az babiloni fogság 70 éve alatt, hát ugye a Rómában gyakorlatilag ilyen helyi kiskirályok, oligarchák uralkodnak, minden lepusztul, úgy azt mondják, hogy a Szentpéter bazilikában hát nő a parlagfű, a környékén tehenek legyenek, és hát ugye folyamatos gyilkosságok, rablások történnek. Babilonban pedig hát a pápa fölépít egy ilyen kis, ugye, új pápa udvar, gyakorlatilag kiszolgálja a francia politikai érdekeket, és hát ahhoz, hogy fenntartassa ezt a francia udvart, ehhez hatalmas vagy egyházi adókat ró ki, amik aztán különösen a németek fognak zokon menni, és aztán egy kicsit már a reformáció irányába is mutat ez a dolog, mert hát nem utolsó sorban egy ilyen anyagi háttere is volt, illetve hát a német-francia ellenvét is benne volt a dologban. Na, de a lényeg az, hogy tehát hívják Monsignor Bonifác, és mondjuk még egy érdekesség, hogy az ő nevéhez fűződik az első római szentély. 1300-ban történt az első szentély, amikor ugye hát Rómában teljes búcsút hirdetnek mindazoknak az arátoknak, akik fölkeresik a római szent helyeket, és hát rövidesen létrejön a szent kapunak a szokása, és ugyanúgy ilyenkor át kell haladni, és hát ez ugye növeli a pápaság tekintélyét, növeli a bevételeket is természetesen, de hát olyan sikeres találmány ez a szentély, hogy ugye azóta is létezik, és hát időről időre eleinte csak 50 évente szervet rendezték meg, utána 25 évente, most már annál is gyakrabban, de hát ugye egy ilyen dolog létezik. Na hát én azt mondom, hogy itt lezárjuk a mostani tanévnek úgymond a témáját, aztán majd folytatjuk ezzel az avinoni fogsággal, ugye tehát az, hogy a francia királyok ekkora hatalomra tettek szert a pápa fölött, az lesz az eredménye, hogy ugye nagy egyházszakadás keletkezik, két pápa, vagy utána három pápa egyszerre, és még a korszaknak a legnagyobb szentje is tudták, hogy melyik az igazi, mindegyik másik mellé tette a fogság, és aztán megint csak egy uralkodó lesz az, aki rendet csinál, tehát időként a világ hatalom beavatkozása nem annyira örökökről való, ez pedig ez az uralkodó, aki végül megint visszavezeti az egypápás rendszert, ez nem más, mint Luxemburgi Zsigmond, német császár és magyar király. Úgyhogy köszönöm szépen a kedves figyelmüket, és hát aztán majd folytatjuk, remélhetőleg. Szeptemberben, igen. De a lényeg az, hogy ez mind azért érdemes ugye tudni, hogy hát mindenféle dolgok már megtörténtek az egyházban. Nagyon botrányos és nagyon sötét dolgok is, a pápasággal kapcsolatban és az egyházi ugye tisztviselőkkel, főpapokkal kapcsolatban is, keresztény népkörében is, de ugye nagyon sokan mondták, hogy az, hogy ezek ellenére és ezek után még mindig van egyház, még mindig vannak hívek, még mindig van pápaság, még mindig van egyházi hierarchia, hát ez a legnagyobb bizonyíték amellett, hogy az egyház Krisztus alapítása és egy Isten intézmény. Mert mi emberek mindent elkövetünk, hogy szétromoljuk, hogy lejárassuk, hogy tömbre tegyük, az áruló pápák, az erkölcstelen főmagok, a hűtlen hívek, stb. A nagyon-nagyon bűnös ugye, képviselője az egyháznak és Krisztusnak, akik nagyon méltatlanok és alkalmatlanok voltak a ugye, helyükre. És mégis hát valahogy a Jóisten mindig támasztott szenteket, hősöket, mindig hozott mondjuk adott esetben szerzetes rendeket, nagy rendalapítókat, szentpápákat,
szent főpapokat, akik valahogy segítettek, hogy talpraálljon és helyreálljon ez az egyház, és megmaradjon. Mert ugye nincs olyan intézmény az emberiség történetében, ami 2000 évig folyamatosan fennállna, csak a katolikus egyház. Ez nem emberi erőnek köszönheti, látjuk a mellékel Ábrából, hanem csak is a szentlélek erejének és Krisztus ígéretének. Hát én azt hiszem, hogy ez a, talán a legnagyobb haszna az egyház történet tanulmányozásának, hogy ebben erősödjünk meg, ebben a hívünkben is, ebben a viszonyban. Hát akkor boldogan leszelünk. Ha ez nem igaz, akkor az egész hívünk nem igaz, mert akkor Krisztus megcsapott minket. Nem csapott be minket, mert nem igaz az, hogy a boldogan. De nem tudjuk. Szentlélek, ígéken, kezdetben, most és mindörökké. Atya, Jó és Szentlélek nevében.